A tél úgy tűnik elvonult, a kivitelező felvonult, a tábla befordult, megkezdődött a Kereszt utca Fehérvári út felújítása. Az első ütem, a patka és kapubejáró felújítás a tervek szerint március 31-ig elkészül. A Magyar Közút ZRT kezelésében lévő Kereszt utca Fehérvári út aszfaltozására az állami költségvetés biztosít forrást. 2012-ben útkorszerűsítési célra 33 milliárd forintot különített el a kormány, ebből 1,2 milliárd forintot Tolna megyei utakra fordítanak. A paksi beruházás előkészítését a Soltúr Kft. Végzi. Az első 400 méteres szakasz, ami a Kereszt utcát érinti, a Kereszt utcában főleg a kapubejárók javítása fog megtörténni, és a Kereszt utcától fölfelé, tehát a Fehérvári úti szakaszon, ott pedig a rosszabb állapotú szegélyeknek, illetve a járda csatlakozásoknak az igazítása fog megtörténni, hogy babakocsi, rokkantkocsi számára ezek járhatók legyenek, ami most jelenleg nem megoldott. A kivitelező cég második napja dolgozik a munkaterületen, a polgárok azonban már érdeklődnek a munkálatok menetét illetően. A szegély és kapubejáró korszerűsítésre bruttó 7 millió forintot fordít a város. A Kereszt utca Fehérvári út aszfaltozása, tehát a teljes rekonstrukció legkésőbb április közepére befejeződik.